Palicson egy perces néma csenddel tisztelegtek Oroszi Lívia nyugalmazott toxikológus előtt. Belgrádban végezte el az orvosi egyetemet, ezek után került Szabadkára, illetve Palicsra. Az egészségügyben tett erőfeszítéseit mindenki elismeri a településen. A gyászülésen először Nagy Katalin, a helyi közösség elnöke búcsúzott el Oroszi Líviától. Amikor elveszítünk egy közelálló, szeretett lény, valami, amit tőle kaptunk, tovább él bennünk. Egészségügyi tevékenysége mellett önkéntes munkát végzett a Nyugdíjas Egyesületben és a Vörös Keresztben is. Slavica Vucic Tóth, a Palicsi Nyugdíjas Egyesület elnöke így méltatta az elhunytat. Sve svoje slobodno vreme posvetila volontirskom radu, bez jednog dinara. A želim istaći da je u svojoj mogućnosti bila u pojedinim akcijama donator i pomagala tamo gde je trebalo. Oroszi Lívia a politikai életben is aktív szerepet vállalt. A Vajdasági Magyar Szövetségben tevékenykedett akkor is, amikor nehéz volt magyarnak lenni. Emelte ki Szeles Attila, a Palics Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Ő kiáll mindenki és minden mögött, amit igaznak, amit helyesnek. Így csatlakozott a Vajdasági Magyar Szövetség Palicsi tagozatához is, nem gondolkodva arról, hogy vajon megéri-e, szabad-e ma magyarnak lenni. Felvállalta azt, hiszen tudta, hogy csak így van esélyünk a megmaradásra, a túlélésre. Bátorított, és mindig mellettünk áll. Az egészségügyi dolgozók nevében a doktornőről Mária Gyurić nyugalmazott orvos emlékezett meg. Kimagasló tevékenységéért az egészségügyi dolgozók aranyplakettjét 2010-ben vehette át, valamint Szabadka város októberi díját is kiérdemelte. Oroszi Líviát a Palicsi temetőben helyezték örök nyugalomra.